Szépen növekszik a búza Gyulatanya határában, az egymástól messze fekvő táblákban is viszonylag egységes képet mutat a kalászos. A Magyar Állam tulajdonában lévő növényfajta kísérleti állomáson a különböző növényvédőszerekkel és tápanyagokkal kezelt búzán kívül őszi káposztarepce, napraforgó és kukorica fajtákat vizsgálnak a szakemberek. Az érdeklődő gazdálkodók számára idén 15. alkalommal szerveztek repce és kalászos bemutatót. És még ennek a mai rendezvénynek adat különösen apropót, hogy a fajta kísérletezés 125 éves, ebből az apropóból is szerveztük ezt a mai napot. A mai napon bemutatásra kerül, ami Gyulatanya fajta kísérletállomáson van, 240 repce, hát nyilván ugye nem az egészet, hanem az államilag elismert sor, ami 21 fajtát akar, illetve a GOSZ által beállított búza, az 45 fajtát. Ezen kívül még az állomáson van kukorica, burgonya, napraforgó kísérlet, kukoricából 170 fajta, napraforgóból 70, burgonyából 35 fajta. A bemutatónapon elhangzott sok gazdálkodó a tavaly októberi esőzés miatt késve vetette el a kalászosokat. Ennek ellenére Gyulatanya környékén és a megye más pontjain is szépen növekednek a szántóföldi növénykultúrák. Ha jelenleg járjuk most a határt, akkor az őszi kalászosok, úgy a repce vagy a búzafejlék is, ha közepestől valamivel jobb termést ígérnek, ha a közeljövőben ilyen 25-30 mm csapadékot kaphatna még, akkor én azt gondolom, hogy a kalászosoknál is a szemfejlettségnek már elég is lehetne az a csapadék. Nagyon gyönyörű mindenhol az őszi kalászosnak a vetése. Hasonlóan látják az idei nyarat a gazdálkodók is. Többen arra számítanak, hogy legalább a korábbi évekhez hasonló mennyiségű és minőségű termény takarítható be a nyár végén. A két éves időjárás az nagyon kegyetlen volt, ugyanis csapadék szegény esztendőt éltünk. A múlt év az már kicsit jobb volt. Mondhassuk azt, hogy jó termést hozott részben, mert nem mindenre lehetett ezt ráfogni. Voltak gyengébb hozamok, jobb hozamok, területtől függően. Mondjuk a repce az, aval ki lehetett egyezni, utóveteménynek nagyon jó volt. Ezt követően tettünk bele kukoricát, és az tudta hozni 110 mázsáig. Az előrejelzések szerint az idei nyár csapadékosabb lesz, mint a tavalyi volt. A gazdálkodóknak nyáron nagyobb zivatarokkal, felhőszakadással és jégesővel is számolniuk kell, amelyek jelentősen ronthatják a szántóföldi növénykultúrák fejlődését.